A szerda délelőtti órákban a kelebi határ átkelőn nem várt nagyobb sor az autósokra. 2-3 perc várakozás után már tovább is lehetett haladni. Mindössze 3-4 járműnek kellett sort várni a kora reggel Kelebián. Lator Enikő és barátai hazafelé tartanak Budapestre, ugyanis Vajdaságban köszöntötték az új évet. Miért választottátok ezt a határátkelőt? Mert az ismerőseink, a temerini ismerőseink ezt a határátkelőt ajánlották. Csendesen indult a szerdai naphorgoson is. Bár 3 kapunál várták a kilépéssel jelentkezőket, a délelőtti órákban ide is csak 1-2 autó érkezett néhány percenként. Ugyanakkor a jövő hétre már borúsabbak a kilátások, ami a határforgalmat illeti. Trenutno nemamo zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš, međutim za predstojeći vikend već očekujemo pojačan izlaz i naravno očekujemo gužve na izlazu iz zemlje sve do 15. januara. A Julianus naptár szerinti karácsony, illetve új év miatt tehát nagyobb várakozásra kell számítanunk a jövő héten. Indulás előtt azonban mindenképpen ajánlott tájékozódni az aktuális helyzetről, például a közösségi média határfigyelő csoportjaiban, vagy a polisz.hu weboldal határinfó fülére kattintva.